Megújuló közösségi élet, nyertes pályázatok, beruházások kartalon. Az elmúlt év eredményeiről, a 2019-es év terveiről a nagyközség polgármesterét, Olá Klárát kérdeztük. A 60-i Albert Schweitzer kórházban a jogszabályi előírásoknak megfelelően január 1-jével bevezetésre került az új sürgőségi rendszer, melynek részleteiről a kórház főigazgatóját, dr. Stankovics Évát kérdeztük. Az alsó galga mentén is sok munkával telt a 2018-as esztendő. Vendégünk Pest megye 9-es számú választókerületének országgyűlési képviselője, Cerván György. Több mint 40 éves pályafutása során megszámlálhatatlan tárlatnak volt rendezője, kurátora Kecskés József, akit a közelmúlt kiállításairól és azok rendezésének kulisszatitkairól kérdeztük. A fesztiválok és városi rendezvények mellett idén új irodalmi programsorozattal várja az érdeklődőket a Kistarcsai Városi Művölődési Sportközpont és Könyvtár csapata a Csigaházba. Stúdiónk vendége Turi Irén művölődés szervező.